természetesen lehetnek egymással szemben álló nézetek, hogy ez egy szerves vagy természetes fejlődéssel átalakul-e egy jól működő többszintű oktatási rendszerbe, vagy nem. Én azon az állásponton vagyok, hogy tegyem hozzá, hogy szerintem nem. A természetes kiválasztódás ennek a formája lehet, hogy nagyon hosszú idő alatt, de fizikában mondani, végtelen hosszú idő alatt valami, persze azt nem tudjuk, hogy ott a határérték az mi lesz, azon én nem szívesen vitáznék, hogy mennyi lesz a határérték 100 év múlva, olyan nagyon nem is hiszem, hogy van, aki ezt előre látná, tehát lehet, hogy 100 év alatt a rendszer beáll valamilyen stabil állapotba, de ha most nem avatkozunk be a rendszerbe, nem avatkozik be a rendszerbe az, akinek a feladata ezt az egész rendszert működtetni, akkor én azt érzékelem, hogy a magyar felsőoktatás egységesen lecsúszik, lemarad Európában, Magyarországon a eddig komoly feltételeket támasztó, komoly képzést nyújtó intézmények is belesüppednek abba a mocsárba, ami a magyar felsőoktatásnak egy jelentős része. Ha az intézmények egyenletesen legyengültek, akkor majd épp úgy, mint a magyar iparnak egy jelentős részét, a magyar gazdaságnak egy jelentős részét, majd jönnek külföldiek és megveszik, erre már a felsőoktatásban is elindult ennek az előkészítése, vagy azt csináljuk, hogy igenis mesterséges eszközökkel a legjobb intézményeket, azokat hozzásegítjük ahhoz, hogy összeszedjék magukat, a színvonalat tarthassanak, és ez ne a színvonal tartása és a hallgatóval szemben támasztott követelmények, azok ne vezessenek arra, hogy holnap az utcára kerülnek, akkor ha ezt nem teszi meg az oktatásért felelős kormányzat, akkor a magyar felsőoktatásnak azt gondolom, hogy nem sok esélye van arra, hogy Európában kiemelkedő és Európában látható, Európában versenyképes eredményt produkáljon. Szándékosan igyekeztem egy kicsit pesszimistább lenni, mint Basa György barátom, hogy legyen mi vitáznunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Valóban izgalmas három bevezető azoktól, akik ott bábáskodtak ennek az élőlénynek a születésre. Pontos, hogy volt az atya és anyja, az nem egészen derült ki, és a utódnak a miben léte sem egészen világos. Azt látjuk, hogy egy ilyen lelenc tulajdonképpen, itt időnként éheztetnek, elkötik a lábát, mint a kínai kislánynak. Ha rövidnek találtatok, akkor gyújtóra kötik, hogy gyorsabban nőjön. És most nem csodálkozunk akkor nagyon, hogy hát úgy viselkedik ez az ez a új szülött, rúgkapál, modortalan is. Tehát ugyanakkor van. Tehát a sorsa roppant érdekes, és azt gondolom, hogy a továbbiakban akkor próbáljunk rátérni arra, hogy mi a teendő. Miután nagyon sok érintett van, ezért arra kérem őket, hogy a szokásosnál is jobban gazdálkodjanak önuralmukat is bevetve az idővel, mert már látok testbeszédből, jelbeszédből mozgásokat. Úgyhogy én akkor akkor kezdjük itt, és mint a tornaholánál felkészül, akkor. Akadémiának úr szerényen nem tett említést és nem reagált államtitkár úrnak arra a megjegyzésére, hogy 2002-ben csak egy oldalt talált a bolognai folyamat ügyeiről. Elnök úr miniszter korában 2001 tavaszán 2016 egyetemi tanárt tulajdonsaitól kezdve Csikán Attiláig bezárólag azt a receptet kaptuk, hogy ezt az egész ügyet a magyar körülményekhez viszonyítva az akkori magyar struktúra átalakítási szándékai figyelembe venve foglaljuk írásba. Államtitkár úr, 240 oldalas anyagot tettünk le az asztalra, és szerintem azt úgy, ahogy volt, a hulladékgyűjtővel vitték, csak a hec kedvéért és a pikandíja kedvéért, ha említsem meg azt is, ezért az egyéni professzori munkáért papíron kijutalt tiszteletdíjunkat az új miniszter nem engedte kifizetni.
ennek úgy emlékszem erre a dologra. Szóval, ha voltak valakik a szigésnél, mi ott voltunk, 16-an próbáltuk bölcsőt faragni. Kevés szó esett a tömeg és elitképzésről. A mi egyetemen az a meggyőződés és a meggyőződésünk, hogy a teljes 5 éves képzés kifutásával legalábbis a József Nádor Egyetemen az elitképzésnek egyelőre vége szakad. Most hagyjátok egy kicsit személyes, én 16-án, kedden, 8:30 kezdettel befejezek egy hosszú-hosszú történetet az általam vezetett bizottság előtt, az utolsó 16 termék és ipari forma tervező mérnök fogja megvédeni a diplomunkáját, és teszi le a záróvizsgáját. Már most előre rosszul érzem magam, amikor az utolsó hallgató is kimegy a teremből, kezet fogok vele, és minden jót kívánok neki. Azt fogom érezni, mint az a valaki, aki kimegy egy házból, és az utolsó ajtó lát egy cédulát, hogy el ne felejtsd leoltani a villanyt. Személyes és társaimnak is a meggyőződés azt, hogy egy év múlva az új kormányzatnak ezt a zagot újra kell gombolnia. Semmi nem írja elő azt, hogy nem lehet a bolognai rendszer mellett ugyanazon a szakterületen 5 éves képzést is, nekünk szakmai meggyőződésünk, hogy ezzel lehet az elitképzést visszahozni és megteremteni. Én személy szerint máig nem értem, hogy hogyan lehetett 2003-ban Berlinben azt a döntést úgy és abban a formában meghozni. Vannak sejtéseim, de azok nem tartoznak a nyilvánosság belé. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!